Annyira unatkozom, ma nincs mit csinálnom. Oh, mi ez? Imádom ezeket a mintákat. Manikűr a szelíd és a merész lányoknak. El kell mennem ebbe a szalomba. A neon lány Kaya és a szelíd lány Méri nem hagyja ki a lehetőséget, hogy frissítse a stílusát. Ó, te is manikűröshez jöttél, akkor menjünk együtt! Üdvözöljük a mi luxus szelíd és neon manikűr szalonunkban. Otthon felejtettem a pénztárcámat. Ne aggódj, van egy ötletem! Hűha, ennyi előfizető! Majd mi reklámozzuk a szalonodat. A jövőd a te kezedben van, tehát a körmeidnek tökéletesnek kell lenniük. Légy bátor, légy gyengéd, tűnjetek ki, mutasd meg a világnak! Az élet nem tökéletes, de a manikűröd lehet az. Fogadd el az egyéniségedet, mi segítünk neked ebben! A kötési energia egy kémiai kötés erősségének mérőszáma. Jegyezd meg, vagy jobb, ha leírod. De jegyzetelni unalmas, az Instagramot lapozgatni érdekes! Jaj, ne! Lemerült a telefonom. Hé, van töltőd? Lemerült az aksim. Hé, Plüss Maci, tudnál kölcsönadni egy töltőt? Nincs nálam, sajnálom. Ha tovább hallgatom a kémiai kötések energiáját, elalszom. Várj, az energia! Pontosan erre van szükségem. Megveszem az elavult fidget játékaidat 50 centért. Szia, mit csinálsz? Régiségeket veszek. Segítek? Pontosan mire van szükséged? Fidget spinnerek kellenek. Megvan, azonnal szabadulj meg az elavult fidgetjeidtől. Hűha, a hirdetés működött. Kösz is, srácok. Ez több, mint elég. Köszönöm, drágám, sokat segítettél. Örömmel tettem. Ez egy mini erőmű. Ő maga csinálta. Hűha. Ideje kipróbálni. Wow, úgy néz ki, mint egy mini villám. Működik. Kaya olyan okos. A neon lány Kaya még a régi modi dolgokat is képes újszerűen feltuningolni. Amíg az én kis segítőim energiát termelnek, addig az okos telefonom rendben lesz. Mi ez? Nem hiszek a szememnek. Szemüveget kell felvennem. Ahogy mondani szokták, az erős fény megvakít. Ó, szegény szemem, nem látok semmit! Kaya, megtanultad a leckét az energiáról. Létrehoztál egy neon erőművet. Mindig is tudtam, hogy nagy lehetőségek rejlenek benned. Egy igazi zseni képét kellene ide kiakasztani? Yes. Oké, drágám, találkozzunk ma este. Kivel beszélsz? A barátommal. Ó, de aranyos! Mutasd meg a képét! Itt van az én Mike-om. Nem már, te most viccelsz? Ő az én barátom! Szóval az én plüssmackom Mike egy hazug. Hogy merészeli? El kell hagynunk őt. Rosszat tett velünk. Hiába bájos, nem úszhatja meg a dolgot. Én tudom, mit kell tenni. Ah, ez az este nagyszerű lesz. Szia, mackom! Akarsz találkozni a barátommal? Szia, tigrisem! Lányok, meg tudom magyarázni! Ne fáradj! Hű, ez volt aztán a jelenet. Várj egy percet, mindenkinek tudnia kell, hogy milyen valójában. Mi az? Hé, tesó, itt egy koktél. A ház vendége vagy. A szállítmány bármelyik percben itt lehet. Miért tart ilyen sokáig? Bár csak gyorsabban repülne az idő. Talán meditálnom kéne, vagy tornázzak? Az idő lassan telik, amikor valami számodra értékes dologra vársz. Ó, oh, ez a csengő! Megérkezett! Végre! Jövök már! Hello! Hol írjam alá? Alig várom, hogy kinyissam a dobozt. Köszönöm! Remélem, hogy ez a vásárlás megérte a várakozást. Olyan régóta álmodtam már VR szemüvegről. Biztos vannak fénykardok is. Wow! Megmutatom a Jedi mozdulataimat. Tegyük próbára ezt a VR szemüveget. Ez tényleg olyan, mintha egy másik valóság lenne. Nem fogok lemaradni semmiről. Ne online vagyok. Én csak nyerhetek. Olyan hideg van kint, és esik az eső. Mi ez a hangos zaj? Megyek, megnézem, hogy minden rendben van-e. Engem nem győzhetsz le. Én vagyok a harcok királynője, a fénykard mestere. Oh! Ezt mind én csináltam. Az utolsó dal túl energikus volt. Most azonnal takarítsd fel! A győzelem ára magas. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket a Miss Trumfőiskola versenyén! Hello! Tetszik a ruhája?
Megmutatom nektek a látság erejét. Mit csinál? A világunk jobb hely lett, ha puhább vagy. Imádom a koncepcióját. Szerintem ez badarság. Köszönöm. Szavazzatok rám. Au! Ez mind az enyém? Olyan aranyosak. Ez a mackó nagyon nagy. Gyere, Teddy, menjünk. Ez nem lehet igaz. Eltűnt a ruhám. Mit vegyek fel a versenyre? Végem van. Haja, mi történt? Nincs jelmezem. Ne sírj, majd kitalálunk valamit. Oh, van egy ötletem. Köszöntsétek a következő versenyzőnket, ami neonlányunkat, Kaját. Oh, a villogó fények. Hello, neonlány Kaja mindig megtalálja a módját, hogy fényesen ragyogjon. Elmegyek. Szegény szemem, az előadásom címe Hordozom a fényt. Én egy neonlány vagyok, szavazzatok rám a szebb jövőjért. Igen, neonlány, ő annyira király. Arra született, hogy a színpadon legyen. Tudom, hogyan lehet még menőbbé tenni az előadását. Hadd szóljon a zene! Oldalra, jobbra, balra, ritmusra! Ragyog, mint a hold, táncolj velem, baby! Senki sem alszik ebben a városban. Kigyúlnak a fények ma este. Ez a dal sláger lesz, mit szólsz hozzá, Teddy? Srácok, ma megírjátok a matematika tesztet. Ó, oh, én nem készültem a tesztre. Mi? Nem is szólt nekünk róla, nekem nincs is puskám. A diák élet a tanulásról szól, nincs idő pihenni. Kezdjetek hozzá, srácok. Elfelejtettem a képletet. Remélem, a tanár úr nem vesz észre, hogy puskázom. De nem olyan könnyű észrevenni a neonlány puskázását. A tanár nem néz ide? Nagyszerű, biztosan ötöst kapok. A helyes válaszok nem olyan fontosak, mint a szép kivitelezés. A dolgozatomnak tükröznie kell a személyiségemet. Szerintem nagyszerű munkát végeztem. Srácok, átnéztem a teszteket. Jó munkát végeztetek, szép munka volt. Kaja, itt van a dolgozatod. Remélem, elégedett vagy az eredménnyel. De nem látom a jegyet. Használd ezt a varázslatos eszközt. Biztos vagyok benne, hogy tudod, mi ez. Méri, a munkád nagyon boldoggá tett. Ötest kaptam. Tudtam, hogy a tanárunk egy szelid ember, szerette a szíveket. A szelid lány Méri és a neon lány Kaja a maga módján kiemelkednek. Jó reggelt, anya! Mi lesz reggelire? Csináltam neked műzlit. Jó étvágyat, drágám! Pejhes, szereted a gabona pejhet? Ó, mi ez? Annyira cuki! Egyél, drágám! Ezt a mágnest felrakom a hűtőre, egyszerűen imádnivaló. Az a pej reggelire egyáltalán nem aranyos. Inkább csinálnék egy szelid sminket a népszerű TikTokra. Nincs olyan, hogy túl sok hajtű. Hűha, új trendet hozhatok létre. Csináljunk egy képet. Rendben, eszem egy kanál műzlit, és indulok a fősulira. Talán van valami finomság a hűtőben. Jaj, ne! Kérlek, engedj el! Te gép vagy, én meg ember, nem lehetünk együtt. Mi ez a zőrzavar? A hűtő ajtaja nyitva, olyan furcsa. Szia, anya, kérsz egy banánt? Ma szuper aranyos és bújós vagyok. Felveszem a kedvenc bolyhos gyűrűmet. Ó, oh, hol van a nagy puha pulóverem? Az tökéletesen kiegészítheti a megjelenésemet. Itt is van. Ez nem elég puha. Ó, tudom már. Kimosom egy csomó öblítővel. Ez majd segít. Elfogyott. Rendben, nagyobb üveggel használok. Puha lesz a pulóverem, mint egy felhő, ennyi? Nos, rendben, ez elég lesz. Talán adok hozzá egy csepp szuper mega giga öblítőt. Csak egy kicsit. Állítsuk be az időzítőt és várjunk. Addig is, én itt kitakarítok. Ó, oh, honnan jönnek ezek a buborékok? Mi történik? Csak a ruháimat akartam kimosni, nem pedig happartit csapni. Hol van a pulóverem? Tényleg felhővé változott? Csak úgy eltűnt. Melyik lány tetszik jobban? A szelid és visszafogott Méri, vagy az élénk neon lány Kaja? Írd meg hozzá szólásban. Adj egy lájkot erre a videóra, iratkozz fel a csatornánkra, és ne felejts el kattintani a csengőre. Szia!